Overdóza első számú kedvenc, nagyon játsszák mögé Mansoát, ott van Sonja, tízessel Futurist Fashion a játék alapján, de hát szinte itt mindenkinek van esélye. Omnia Gold került azért gyengébbek közé, annál, ahogy legutóbb futott Justin Bazzi, Apostol, könnyen lehet, hogy ők lesznek majd a meglepetés lovak. Rövidesen kiderül, az utolsó egy-két óra kell még várni. Night for Overdose és éppen Omnia Gold, valamint bírónő, akik a gép mögött vannak még. 5-7 vissza az első két játék, aztán 7-2, 7-9, 7-8. Csupa-csupa hetes a befutó táblán, előre vagy hátra. Jönnek az utolsó lovak. Mindenki a helyére került. És start, elindult az 1000 méteres hőszikornél emlékverseny handicap címborának, katasztrofálisan sikerül a startja, szinte esély nélkül folytatja. Szokása szerint bírónő remekül kezd, mellette ott van Omnia Gold, középen McGill is remekül jött el, kívülről Futurist Fashion és Night for Overdose alkotják a közvetlen élmezőnyt, aztán jön Silver Chimes, illetve ott van viszonylag közel Justin Bazzi, mászol a középmezőnyből igyekszik felzárkózni, Apostollal együtt Szonyának van egy-két hosszas hátránya velük szemben, kiszakadva pedig címbora. Bírónő vezet az első 4-500 méter megtételét követően, bírónő mögött egyelőre Omnia Gold a második pozícióban, Justin Bazzi, kívül pedig elindul a favorit Night for Overdose, Mansoal nagyon-nagyon messze egyelőre meglepetésre. Jön az utolsó 200 méter, elért, megindul most már Omnia Gold, bírónő, Omnia Gold az első két helyen, Night for Overdose is ott lehet a dobogón, bírónő szívósan védekezik, bírónő, Omnia Gold, Night for Overdose, és bírónő végigvezetve megnyeri a futamot, bírónő, Omnia Gold, Night for Overdose, Silver Chimes az végül mögöttük a negyedik. 8-2-7, és ugye nagyon-nagyon lamentáltam bírónő kapcsán, de elmondtam azt is, hogy rettentően gyorsan. És hogy 1000 méter, ha valami, az 1000 méter biztos, hogy mellette szól, és Omnia Goldot is, azért itt szépen megbeszéltük szünetben is, meg talán adásban is, hogy ő azért ebben a mezőnyben, harmadosztályban visszalépve, alig, ha nem döntős kell, hogy legyen. Megmondom őszintén, a távoztabb környékén azt gondoltam, hogy Omnia Gold meg is nyeri majd a versenyt, de a bírónő nagyot védekezett, és kivédi a támadást. Hát végül is azért Night for Overdose favoritként ott van, a kettest játszották, ott van a dobogón, írónővel is foglalkoztak a fogadók, de talán a győzelme nem fog rosszul fizetni. 8-2-7, tehát Night for Overdose is megfutotta a formáját Pajzs Gáborral. És a 8-2 nincs táblán, hogyha 2-8 van, de nincsen ki az 9. Jórián 8-as, 8-7 van. 8-5, 8-4, 8-9, 8-10 vannak kettesek, és csak így együtt a kettő. Nincs fönt.